Csökkenőmentesen zajlik a diákhitelek törlesztése. A bedőlt vagy késedelmes hitelek aránya nagyon alacsony hazánkban. Nemrég egy olyan intézkedés született, amely több mint 100 000 diákhitelest érinthet kedvezően. Üdvözlöm Önöket, ezt is kifejtjük mai adásunkban. Előbb nézzük meg a teljes tartalomjegyzéket. Fejlesztések Kálósemjénben. Bölcsőde, kerékpárút és járdaépítés is aktuális a településen. Jó hír a diákhiteleseknek. Meghosszabbították az általános hiteltörlesztési moratóriumot. 20 éves a nyírteleki kedvesház. Sok hátrányos helyzetű gyermeknek segített ez idő alatt. 150 millió forintból épül két csoportos bölcsőde Kálósemjénben. A beruházás várhatóan még idén befejeződik. Jövőre pedig már fogadja a nagyközség és a környező települések gyermekeit. Jövő tavasszal pedig belterületi kerékpárút és járda épül, amelyre a terület és település fejlesztési operatív program biztosítja a szükséges forrást. Március közepén Magyarországot is elérte a koronavírus járvány, az új helyzet pedig új kihívások elé állította a nagyvárosokat és a kisebb falvakat egyaránt. Sok helyen felértékelődött a tanyagondoki szolgálat szerepe, és a legtöbb településen az idősek ellátása is nagy kihívás jelentett, többek között Kálósemjénben is. A pandémiás helyzet az nálunk is át kellett, hogy értékelje az önkormányzata mindennapokat, ehhez kellett ugye viszonyulnunk, meg kellett teremtenünk a közétkeztetésnek a zavartalan működését, az intézményeink vonatkozásában, hogy az óvodát a polgármesteri hatáskörben rendkívüli szünetet rendeltünk el, de ettől függetlenül a gyermekterülgyeletet ezt megoldottuk. Ezt követően ugye az idősek gondozása, házi segítségnyújtása, tanyagondnoki szolgálat működtetése is egy új kihívásokkal teli időszak elé nézett. Emellett pedig ugye van egy önkormányzatnak van egy polgármesteri hivatala, könyvtára, illetőleg van egy Kállai kúriája is, amit ugye az önkormányzat non-profit Kft.-je működtet. Itt is további intézkedéseket kellett eszközölni. A közmunkaprogramban is történtek változások, tehát azt kell mondani, hogy végeredményben az önkormányzati élet a település életének minden szegmensét érintette, és megpróbáltuk a lehetőségeinkhez képest azokat a dolgokat elintézni, megoldani, amelyekben ugye mindennapokban azonnali cselekedetekre volt szükség az idősek számára. C-vitamint juttattunk el minden lakos számára, maszkot vartak a közmunkaprogramban dolgozói. Ez volt az, ami azokat az intézkedéseket fényjelezte, ami tavasztól nyárig folyt. Nyáron egy kicsit szabadabbak voltunk, egy település vonatkozásában a falunapunkat is megtartottuk, természetesen korlátozott intézkedésekkel. Tehát úgy gondoltuk, hogy a 24. falunapunknál az, hogy minden évben hálát adunk azért, hogy új kenyerünk van, ezt továbbra is megtettük, és a Kállai Kúria parkjában lévő kápolna előtt bemutattuk a misét. Ezt követően rövid önkormányzati ünnepség volt, és családi délután nem fellépéssel, nem tűzijátékkal, de mégis valamiféle közösséget formáló rendezvény alakult ott ki. Itt ugye, a településnek a díszpolgárát is kitüntettük az idei évben. Címzetes főjegyzőasszony kapta a díszpolgári címet, illetőleg a 16 évig vezető Lipcsei Miklós volt polgármester úr, Osztomuszban kapta meg a díszpolgári címet. 30 éve, hogy az önkormányzatiság működik az idejében, és erre is próbáltunk odafigyelni. Bár nyáron szabadabb volt egy kicsit az ország, úgy tűnt fellélegezhetünk, ősszel megérkezett a vírus második hulláma, így a tavaszi intézkedésekhez képest most még szigorúbb szabályokat kell betartani és betartatni. A fertőtlenítés még erősebb, a maszkviselésnek a szabályai azok még erősebbek, a hivatalon belül is folyamatosan maszkviselés, tehát mi így dolgozunk, nem egyszerű, de folyamatos szellőztetéssel, illetőleg fertőtlenítéssel úgy gondolom, hogy tovább tudunk működni. Az intézményeink
azok működnek, mind az óvoda, mind a könyvtár. A könyvtár természetesen a szabályok betartásával, amit előírnak. Sajnos a kúria az nem működik végeredményben, mert sem rendezvény, sem kávézó, sem szálláshely vonatkozásában nincs lehetősége, meg múzeum vonatkozásában se, hogy tudjon működni. Úgyhogy ő egy nehéz helyzetben lévő intézmény. Kíváncsian várjuk, hogy mit hoz majd a tavasz. Reméljük, hogy következő évben normálisan fog tudni működni. A kúriának a csapata az folyamatosan gondolkodik azon, hogy hogyan tudna valami pluszt adni a ide látogatóknak, vagy a településen élők számára is. Konkrét gondolat még eddig nem keletkezett ezzel kapcsolatosan, de megvan rá a remény, hogy valamiféle akcióval a kúria is majd részesévé válik a karácsonyi készülődésnek. Ugye az, hogy a karácsony megelőzi az advent, és az adventi gyertyagyújtások, ez is egy úgymond kérdés, hogy hogyan és mint tudjuk ezt a nemes és jó kezdeményezést tovább folytatni. Digitális, virtuális világban, vagy a templomokban, tehát ezek mindenképpen előttünk álló feladat. Kálósemjén azon települések egyike, ahol szinte folyamatos a fejlődés. A polgármester úgy fogalmazott, ezt a járványhelyzet sem szabad, hogy befolyásolja. Vannak olyan jellegű futó projektjeink, amelyek mégiscsak a közösségeinket formálják kisebb-nagyobb vonulatban. Ezeknek a átértékelése, digitális eszközök segítségű hívása, az már tavaszon is megfigyelhető volt, így ezeket most is elővettük. Ami fizikálisan a települést érinti, tehát látványilag, illetőleg a mindennapi életünket is befolyásolni fogja, az az, hogy a településen egy kétcsoportos bölcsöde épül, ez év végéig meg fog történni, be fog fejeződni, következő évben reményeink szerint ki fog tudni nyitni, és birtokba tudják venni a legkisebbek, így ezáltal a szülők azok tudnak munkát vállalni, gyarapodik ezáltal is a településünk. Ami biztosan látunk, az az, hogy az idei évben az önkormányzatnak a működőképességét az mégiscsak a vírusnak a kezelése befolyásolta, kisebb-nagyobb felújításokat végeztünk, ezeket következő évben is folytatni fogjuk, terveink azok vannak, illetőleg van következő évre vonatkozóan is már elnyert lehetőségünk, az pedig az, hogy az óvoda épületeink közül az egyiket, a seméniek azt tudják, hogy a jobb oldali, a kis épületet, azt energetikailag meg fogjuk tudni újítani, úgyhogy következő évben ez lesz az egyik látványos dolog a település életében. Ez 30 millió forintos állami támogatást jelent, emellé egy 10%-os önerőt fogunk biztosítani belügyminisztériumi forráshoz. Ez mindenképpen egy nagyon fontos dolog a település mindennapi életében. És még van már elnyert forrásunk más vonatkozásban is, ez pedig ugye top forrás. A topos forrásoknál kettő még nem záródott le az önkormányzatot érintően. Az egyik a belterületi kerékpárútnak a kivitelezése. Itt a kormánydöntés megszületett. A kormánydöntés értelmében forrás kiegészítést kapott a projekt, és alá is írtuk a kivitelezővel a szerződést. Egy előzetes szerződést írtunk, egy feltételeset. Most a szerződés módosítás megtörténik, mármint amit a támogatót érint, és következő tavaszán a település belterülete az egy egységes kerékpárút és járdát fog kapni, emellett pedig a beruházás részeként kettő darab zebra lesz majd megvalósítva a település főutcáján, az egyik a templomoknál, tehát a római, illetőleg görögkatolikus templomoknál, másik pedig a Péterhalom felé vezető Dózsa-György utcánál.
Ezek azért szükségesek, mert hiszen itt vannak az oktatási intézményeink ezeken a területeken, és a biztonságos közlekedést ezáltal is jobban tudjuk majd biztosítani. A bölcsődei beruházásunk az központi költségvetés címzett támogatásaként valósul meg, tehát hazai forrásról van szó, 160 millió forintos visszanemtérítendő támogatást kapott az önkormányzatunk. Kettő csoportos bölcsödét fogunk megvalósítani, tehát 24 gyermeket tud legalább fogadni az intézmény. Azt tapasztaljuk, hogy a településen egyre többen vállalnak gyermeket, illetőleg fiatal családosok érkeznek a településre. Ez a csoknak is köszönhető, és ezáltal az ott elhelyezendő, ellátott gyermekek, azoknak a fejlődése az mindenképpen egy pozitív hatást fog mutatni a település mindennapi életében, valamint a szülőknek az elhelyezkedése, illetőleg munkába állása ezáltal biztosítottá válik. Valamint, hogyha még hozzátesszük azt, hogy ezáltal újabb munkahelyek fognak megvalósulni a településen, mert hiszen ott működtető személyzetre is szükségünk van. Tavasszal második alkalommal szervezték meg Kálóseményben a nemzetközi szobrásztábort. Az ott elkészült alkotások különböző településekre kerülnek majd egyfajta turisztikai útvonalként. Az idejében a család volt a szobrásztábor témája. A szobrászok sütői mészkőből, illetőleg fémből készítettek szobrokat. Ezeket a szobrokat pedig a környező településekre fogjuk majd eljuttatni, illetőleg ott fognak megújulni ezáltal az ottani közterek. Valamint egy szobrot szeretnénk mindenképpen a nyíregyházi Jós András Oktatókórház számára is eljuttatni. Nyár folyamán még dr. Adorján Gusztáv főigazgató úr közbenjárásával tudtunk bejutni a Öngyulaházi kúria területére, és adózva az ő személyiség előtt is, valamint a kórházi dolgozók mindennapi cselekedete előtt is úgy gondoljuk, hogy egy szobor mindenképpen ott kerülne fel állításra. A várandós anya lesz a szobor, amit a nyíregyházi kórház fog kapni. Jó hírt kaptak nemrég azok, akik diákhitellel rendelkeznek, de nehézségeik adódtak a visszafizetéssel. 2021. június 30-áig ugyanis meghosszabbítja az általános hiteltörlesztési moratóriumot a Diákhitel Központ. A lehetőséget tavasszal 40 ezeren éltek, a mostani intézkedés pedig több mint 110 ezer ügyfelet érint. A Diákhitel Központhoz idén beérkezett rekordszámú hiteligénylés és a hallgatók részéről tapasztalható folyamatos érdeklődés egyértelműen bizonyítja, hogy soha nem volt akkora szükség és igény a diákhitelekre, mint a jelenlegi járványhelyzetben, a felsőoktatást is erősen érintő korlátozások közepette. Erre való tekintettel született most meg egy fontos intézkedés. A Diákhitel Központ a kormánnyal közösen úgy döntött, hogy a december 31-én lejáró hiteltörlesztési moratóriumot meghosszabbítja június 30-áig. Azt kell tudni, hogy nálunk a Diákhitel Központnál ez egy általános hiteltörlesztési moratórium hosszabbítás, tehát nem csak bizonyos társadalmi csoportokra vonatkozik, hanem minden diákhiteles, illetve volt diákhiteles ügyfélre, és az összes diákhitel termékre, tehát ugyanaz fog vonatkozni ezekre a hitelekre, törlesztésekre, mint ami március 19 és december 31 között vonatkozott. Egy automatikus moratórium lép életbe, vagyis hosszabbodik meg. A törlesztési szakban lévő ügyfeleknek nincsen semmilyen teendőjük, nem kell kérelmet írniuk, vagy nyilatkozatot tenniük. Automatikusan felfüggesztődik a törlesztési kötelezettségük. Ha nem törlesztenek, akkor késedelmi kamatot a Diákhitel Központ nem számít fel, illetve nem mond fel késedelem miatt szerződéseket. Viszont továbbra is módja van a törlesztési szakban lévő ügyfeleinek arra, hogy törlesztenek. Bármilyen beérkező összeget a Diákhitel Központ ingyenes előtörlesztésként elszámol az ügyfelek számlájára. 114 ezer törlesztési szakban lévő ügyfél van a Diákhitel Központnál, mindenkire kiterjed ezek közül ez a törlesztési moratórium. Amit érdemes még tudni, hogy az első időszakban, tehát március 19-től 65% az ügyfeleinek továbbra is törlesztette a diákhiteleit, tehát mintegy 40 ezer olyan ügyfél volt, aki a kormány által vezetett diákhitel törlesztési moratóriumon.
Ezek a törlesztési összegek ilyenkor nyugszanak, nincs semmilyen késedelmi kamatfelszámítás. Ugye a diákhitel 2 és a diákhitel plusz eleve kamatmentes. A diákhitel 1-nél az ügyleti kamat, ez az 1,99%-os kamat került felszámításra, tehát ez nem egy késedelmi kamat. Illetőleg, ahogy mondtam, nem kerülnek felmondásra a szerződések késedelem miatt, hiszen fogalmilag kizárt, hogy a moratórium alatt bármelyik ügyfél késedelembe essen. Amennyit tudnak fizetni az ügyfeleink, illetve átutalni, annyit átutalnak, és ahogy említettem, ez egy ingyenes előtörlesztésnek fog minősülni, és a diákhitel központ ezt elszámolja. Arra is van mód egyébként, hogyha valaki most éppen tudja fizetni, de a következő fél év során a koronavírus járvány miatt, vagy bármely másokból elveszíteni a munkáját, és ezért nem tud törleszteni, akkor felfüggesztheti a törlesztését, illetve arra is van mód, hogy aki most felfüggesztette a törlesztést, és nem fizet, az egyébként a következő fél évben bármikor újra kezdi ezt a törlesztést. Igyekezett a diákhitel központ a kormánnyal közösen a legflexibilisebb megoldásokat megtalálni, hogy a diákoknak, illetve a frissen diplomázott fiataloknak a legkedvezőbb lehetőséget nyújtsa. Minden ügyfelünknél, aki törlesztési szakba kerül, hogy a diploma megszerzését követő 4. hónapban kell elkezdeni törleszteni a diákhitel 1-t és a diákhitel 2-t, a diákhitel pluszt pedig a hitelfelvételt követő első év lejártakor. Mindegyik ügyfelünknél meghatározunk 1%-ot, a jogszabály 4-11% között határozza meg a kezdő fizetésből fizetendő diákhitel tartozást. Ez továbbra is mindenkire vonatkozik, tehát de a moratórium hatája alatt ez nem mérvadó, hiszen akkor az ügyfeleink annyit fizetnek, amennyit tudnak. Ha 4%-nál az éppen aktuális fizetésük 4%-nál kevesebbet, akkor annyit, ha pedig többet, akkor annyit. Úgyhogy a jövő június 30-áig ennek a százaléknak nincsen jelentősége. Amikor a moratóriumnak vége szakad, következő júliusától, akkor visszatér minden az eredeti rendben, és minden törlesztési szakból lévő ügyfélnek az adott fizetésének az adott százalékát kell minimum majd törlesztenie. A hiteltörlesztési moratórium általános meghosszabbítása előtt a közelmúltban is több lépéssel igyekeztek támogatni a felsőoktatási hallgatókat. A kormány az nem csak a moratóriummal segíti a hallgatókat, illetve a frissen diplomázottakat, hanem bevezette ugye már május 1-től a diákhitel plusz, hogy ez egyszerű 500 000 forintos teljesen kamatmentes szabad felhasználású hitel lehetőség, ez egy hatalmas siker, mintegy 30 000 hallgatóját már ezzel a lehetőséggel. Több mint minden 10. hallgatónak van már diákhitel plusz terméke, és most is naponta 100 igénylés érkezik legalább a diákhitel központhoz. Ezt a terméket december 31-ig lehet igényelni. Ezen kívül a kormány augusztus 15-től ugye duplájára emelte a szabad felhasználású diákhitel egy havonta maximálisan igényelhető összegét. Ez eddig 70 000 forint volt, most ez már 150 000 forint. Sok ezer hallgató élt ezzel a megemelt lehetőséggel, olyanok is, akinek eddig is volt diákhitelük, megemelték a maximális 150 000 forintra, illetve nagyon sok olyan hallgató, aki most vett fel először diákhitelt, már a maximum összeget igényelte. És azt is lehet látni, hogy soha nem volt ekkora szükség vagy igény a diákhitelekre, mint idén. Mintegy 40 000 új diákhiteles ügyfél lesz csak 2020-ban, és több mint 30 milliárd forint értékben fogunk diákhiteleket folyósítani a hallgatók részére. 2018-tól kezdődően családtámogatási elemeket is beépítettek a diákhitel visszafizetésének könnyítése érdekében. Nagyon sok lehetősége, és szerintem ez az egyik oka annak, hogy egyre inkább nő a diákhitelek iránti érdeklődés, nyilván a kedvező kamatok és a flexibilis törlesztési lehetőségek mellett. 2018-tól él ez a lehetőség, hogyha egy családban megszületik az első gyermek, akkor az édesanyja a diákhitelének a törlesztési felfüggesztését kérheti, illetőleg a várandóság 90. napjától fogva kamatmentessé válik a diákhitel tartozása. Ha megszületik a családban a második gyermek, akkor az édesanyja kérheti a diákhitel tartozásának a felének az elengedését. Ha pedig megszületik a harmadik gyermek, akkor a teljes diákhitel tartozását elengedi a diákhitel központ. 2018 óta mintegy 5000 édesanyának, mintegy 5 milliárd forint értékben tudtuk ennek köszönhetően elengedni a diákhitel tartozásokat. Úgyhogy ez úgy tűnik, hogy egy nagyon nagy siker, és hát nyilván felmenő rendszerről van szó. Most születnek ugye a gyermekek ezeknél a családoknál, hogy a következő években valószínűleg még több édesanyát fog érinteni a kedvező lehetőség. Ugye most már abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ketté kell osztani, hogy beszélhetünk felsőoktatási diákhitelekről, illetve április 1-től, a jövő évtől a kormány bevezeti a képzési hiteleket, amelyeket pedig a felnőtt képzésből és a szakképzésből lehet igénybe venni. A felsőoktatási diákhitelekhez semmi más nem kell, mint egy élő hallgatói jogviszony, tehát bárki, aki beiratkozott hallgatója valamelyik felsőoktatási intézménynek, az minden további nélkül igényelhet diákhiteleket. Semmilyen hitelbírálat nincsen, illetve biztosítékot sem kér a diákhitel, hogyha valakinek megvan a beiratkozás,
nyilatkozása és megkapta a Neptun kódját. Van egy ügyfélkapuja, akkor online pár perc alatt igényelheti akár a diákhitel egyet, akár a kötött felhasználású diákhitel kettőt, amely teljesen kamatmentes, akár december 31-ig a diákhitel plusz, nem ugye mint szintén kamatmentes és teljesen szabad felhasználású. Tehát ehhez semmi más nem kell. Az április 1-től bevezetésre kerülő képzési hiteleknél pedig ennek a paralelje, tehát ott egy képzési jogviszonyt, egy szakképzési jogviszonyt, vagy egy felnőtt képzési jogviszonyt kell majd igazolni, és ott tudják igényelni a mind a 200 ezer egyébként felnőtt képzésbe és szakképzésbe létrevő hallgató a hiteleket, amelyek nagyon hasonlóak lesznek a felsőoktatási hitelekhez, ugyanúgy lesz egy szabad felhasználású képzési hitel egy, amely ennek a kamata megegyezik majd a diákhitel egyel, az jelenleg 1,99%, soha olyan alacsony nem volt, illetve lesz egy kötött felhasználású képzési hitel, ami szintén kamatmentes lesz, amelyeket majd például a felnőtt képzés díjára lehet igénybe venni. Én azt gondolom, hogy összességében a kormány egy olyan oktatásfinanszírozási csomagot hozott létre, amely lehetővé teszi, hogy a Kárpát-medencébe se fiatal, se kevésbé fiatal ember ne legyen, aki anyagi okok miatt nem tudja elvégezni az álmainak, illetve a képességeinek megfelelő oktatást. Azért azt tudni kell, hogy a képzési hiteleknél például az igénybevételi határidő 55 éves életkori határ lesz, tehát egy rendkívül kitolt lehetőség, ugye a diákhiteleket 18 és 45 év között lehet egyébként igénybe venni a felsőoktatási diákhiteleket. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a diákhitelek törlesztése zökkenőmentesen történik. A bedőlt vagy késedelmes hitelek arányait csupán 1%-ra tehető, ami a kereskedelmi hitelekhez képest rendkívül alacsony. 20 év alatt több mint 100 gyermeket nevelt a Nyírteneki Kedvesház, akik közül mindenki elvégezte az általános iskolát, többen pedig érettségit is szereztek. Az 1993-ban indult Kedvesház esélyteremtő programból kinőtt pedagógiai módszer országosan is elismert. Több mint 4000 pedagógus végezte már el a kollégium akkreditált továbbképzéseit. Jelenleg 100-nál is több óvodában és iskolában alkalmazzák a Kedvesház pedagógiai módszereit a roma és hátrányos helyzetű gyerekek integrált nevelésében. Napjainkban egyre nagyobb problémát jelent a roma és hátrányos helyzetű népesség felzárkóztatása és integrációja, mind társadalmilag, mind gazdaságilag. Egyes kutatások szerint évről évre nő a leszakadó rétegek aránya. Ennek megállítása és visszaszorítása össztársadalmi érdek, ezért jött létre a Nyírteleki Kedvesház esélyteremtő program, amely komplex módon kezeli a hátrányokat. Az alapítvány 1990-ben jött létre, akkori célja az állami gondozott gyerekek segítése, megsegítése volt ebben a házban, ahol most állunk. Az alapítvány alapítója Lázár Péter volt, és őneki voltak olyan szándékai, hogy saját családjával együtt akkor az általánostól teljesen eltérő módon nevelje az állami gondozásból elhozott vagy kikerült gyerekeket. 25 éve a Gyerekért SOS 90 alapítvány fenntartásában működik a Kedvesház kollégium. Ez a kollégium azzal a célja jött létre, hogy a nyírteleket körülvevő tanyabokrokból iskolába járó, elsősorban hátrányos helyzetű gyerekek számára biztosítson egy biztonságos környezetet, illetve adja meg a tanuláshoz szükséges feltételeket, és természetesen a hozzátartozó szeretetet is. Fontos szempont az, hogy az idejáró gyerekeknek a jelentős része általános iskolás korosztályból kerül ki. Vannak középiskolásaink is, jelenleg éppen 5-en. Más abban is, hogy igyekszünk egy nagyon szoros kapcsolatot fönntartani, nem csak a gyerekekkel, hanem a gyerekek szüleivel is, hogy legyen mindkét irányba egyfajta kommunikáció, a szülők tudjanak a gyerekeknek a napi dolgairól is akár, illetve hogy mi is értesüljünk azokról a dolgokról, amelyek esetleg befolyásolhatják a gyerekek előmenetelét, amelyek otthonról érkeznek. Nyilván egy kollégiumnak nagyon sokféle funkciója és szerepe van, ezeket mi igyekszünk maximálisan ellátni. Ami ezen túlmenő, az azt gondolom, hogy a személyes gondoskodás, az, hogy nagyon-nagyon odafigyelünk a gyerekekre. Mindenkit megpróbálunk saját képességei szerint támogatni, illetve nyilván fölmérjük már nagyon korai szakaszban azt, hogy milyen segítségre lehet szükség egy-egy gyereknek ahhoz, hogy ő egy pozitív fejlődésen mehessen keresztül, és majd valamikor az út végén ennek a társadalomnak egy hasznos állampolgárává válhasson. Minden gyereknek esélyt kell adni ahhoz, hogy azzá válhasson, amivé szeretne. Ez a Kedvesház pedagógiai alapelveinek egyike, hiszen megfelelő módszerekkel, pozitív hozzáállással minden gyermek eljuttatható egy bizonyos szintre. Ehhez hozzátartozik az is, hogy egy gyereket mindig olyannak kell elfogadni, amilyen, hibáival és erényeivel együtt.
Utóbbi erősítésében és a hívák javításában kiemelt szerepe van a szülőknek, a pedagógusoknak és a közös programoknak. Sok olyan programot szervezünk, illetve igyekszünk szervezni, amelyek pozitív élményekkel bombázzák az itt élő gyerekeket. Ilyen például tanév kezdetén a gólyatábor, amikor közösen elmegyünk valahová, kirándulunk, játszunk, lehet az akár egy hosszabb kirándulás, egy túra, de akár egy fürdő a sósrói gyógyfürdőben. Évközben pedig ugye viszonylag kevesebb időnk van arra, hogy időt szakítsunk a falakon kívüli tevékenységekre is, de azért mindig belefér egy-egy úszodalátogatás, vagy egy séta a városban, vagy akár még mozi, általában olyan tevékenységek, amelyek nem része a mi gyerekeink hétköznapjainak. Karácsony tájékán mindig nagyon-nagyon fontos az, hogy a gyerekek számára valamilyen ajándék kerüljön a fa alá. Ez mindig nagy meglepetés, ez mindig óriási örömmel jár a mi gyerekeink részéről. És természetesen nekünk is nagy örömet okoz az, hogy mi mosolyt csalunk a gyerekeink arcára. Mint ahogy mondtam is, rendszeres kapcsolatot tartunk a szülőkkel. Ez egy olyan programban nyilvánul meg, amit mi családi délutánoknak nevezünk, amelyek rendszerint két havonta, de egy évben legalább 4 alkalommal megrendezésre kerülnek. Sajnos a jelenlegi helyzet ezt most éppen nem teszi lehetővé, így aztán a családi napok most elmaradnak, de azért ennek ellenére is kollégáimmal együtt sokszor megyünk a gyerekek szüleihez, beülünk az autóba, beszélgetünk velük, elmondják az ő gondjaikat, problémáikat, tehát a kapcsolat ennek ellenére is megmarad. Évvége felé közeledve pedig mindig szeretünk egy olyan tábort szervezni, amely az év lezárásaként és a nyár hátra lévő részében talán egy kicsit feltölti a gyerekeket, és pozitív élményekkel mennek a nyári szünetre haza a szüleikkel. Az alapítvány céljai között szerepel az, hogy nyilván ezt a kollégiumot működtetni tudja, illetve fönn tudja tartani. A következő cél az lenne, hogy ne csak ez az egy intézmény működjön ebben a formában, hanem ennek mintáján akár több ilyen intézmény is létrejöhessen, ha úgy tetszik, kedves házak jöhessenek létre ebben az országban. A nyírteleki kedves ház épülete eredetileg családi házként funkcionált, később kisebb átalakítások történtek a belső elrendezésében. Hozzáépült egy 60 négyzetméter területű rész, amelyben étkezőt, tanulót, közösségi helységet alakítottak ki. Jelenleg 8 szobában 25 tanuló számára nyújt otthonos elhelyezést az épület. Itt a kollégium igazgató mellett egy nevelőtanár és egy éjszakás gyermekfelügyelő dolgozik. Óraadóként pedig egy általános iskolai tanár is tart foglalkozásokat a gyerekeknek. A 20 év alatt több mint 100 gyermeket nevelt a kedves ház, mindenki elvégezte az általános iskolát, többen érettségit is szereztek. A programból kinőtt kedves ház pedagógia országosan is elismert a pedagógusok körében. Több mint 4000 pedagógus végezte a kollégium akkreditált továbbképzéseit. Jelenleg 100-nál is több óvodában, iskolában alkalmazzák a kedves ház pedagógiai módszereit, a roma és hátrányos helyzetű gyerekek integrált nevelésében, a szülőkkel való kapcsolat kiépítésében. Magyarország kormánya a program alapítóját 2012-ben nemzetiségekért díjjal tüntette ki. És eddig tartott a 35 perc című műsorunk, köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, most további kellemes tévézést és szép hetet kívánunk Önöknek, viszontlátásra!